Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Azul. Ez a 2017-es taktikai, családok számára is ajánlható csempelerakó játék, a Board Game Geek rangsorában a 47. sőt, a taktikai játékok közül a legelső helyen áll. És ezzel nem is tudok nagyon vitatkozni. A 2, 3 és 4 fővel egyaránt kiváló játékban mindenki kap egy táblát, amin egy 5x5-ös rácsra kell majd elhelyezni egy gyűjtött csempéit. A játék legvégén, aki a legtöbb pontot kapja az így felrakott elemekért, megnyeri azt. A csempék felrakását azonban két dolog nehezíti. Az első, hogy egy zsákból húzzuk ki korongokra, és onnan vesszük el a nekünk szükséges csempéket, a közös készlet miatt pedig a játékostársaink keresztbe tehetnek nekünk, akár véletlenül, akár tudatosan arra játszva, hogy büntetéspontokat kapjunk a későbbi, várható választásunkért. A második, hogy a megszerzett csempéinket a táblánkon ideiglenes sorokba kell gyűjtenünk, odafigyelve rá, hogy az alsóbb sorokhoz több csempére is szükségünk lesz, és ügyelve rá, hogy pontos darabszámot szerezzünk, hogy elkerüljük a negatív pontokat. Ha rosszul tervezünk, a saját dolgunkat fogjuk megnehezíteni. Óriási pozitívum az abstrakció ellenére vonzó megjelenés, a csempék elvételével generált interakció, a zsákból húzás miatti véletlenszerű csempekészlet és a kétoldalas játékos tábla, nem beszélve az egyszerű szabályokról. Hátránya a borzalmas pontjelzésén túl, hogy a 45 perces játék ideje is absztrakt gondolkodása miatt a végére talán unalmassá válhat, különösen, ha valaki látványosan elhúz a többiektől. Értékelésem: a műfaj kedvelőinek különösen ajánlott.